Nos, srácok, hát sok érdekesség van a játékban, ami nem mellette, hanem sokkal inkább ellene szól, de azt gondolom, hogy megtaláltam a legdurvábbat, a legmélyebbre ütőt. Mutatom a pénzemet, 23. Dodó. Csinálok egy kést a változatosság kedvéért. Kicsit gyanús volt ez nekem már eddig is, hogy itt valami nem stimmel. Ezt ugye 7,5-ért el tudom adni. Szuper, lehet 30 dollárom. Mentsünk egyet, megint jön egy hipergyors nyúl. Mondjuk lementjük a 8-asra. Szuper, vissza is töltjük. 8-ast. Töltési idő az egy vicc kb, de tényleg, át egy, hogy ugye mindig lebegünk, ha betöltöttük a játékot, át kettő, hogy szerintem egy 5-600 megás Photoshop fájl gyorsabban benyílik, mint itt egy visszatöltés, és megyünk a kereskedő bácsihoz, és 23 a pénzünk. Tehát lényegében a játék az sekk hülye, tehát kirezeteli a szarba a pénzedet. Minden egyes alkalom, amikor visszatöltöd a játékot, itt van a kés, amit elvileg eladtam, és lényegében hót mindegy, hogy mit csinálsz, ugyanannyi pénzed lesz. Én ugye csináltam ezt a kés glitchet, a csákány glitchet, a pisztolyokból fölvettem egy pár darabot. Én azt tapasztaltam, mintha egyébként egyéb tárgyakkal is csinálta volna. Szóval, hát szerintem eddig tartott ez a történet. Én most nem fogok tovább játszani ezzel a játékkal. Nagyon jó fej leszek, egyébként nem fogok ilyen visszatérítést kérni. 19,99 volt a játék, tehát még csak annyira nagyon olcsónak nem is mondanám, mondjuk 5-10-ért szoktam játékokat venni, rohadt jó fej voltam, hogy most ezt így megvettem. Támogatni fogom a fejlesztőket ezzel, de azért én is be fogok nyomni egy negatív értékelést a Steamen. Azt közben majd kiteszem overlaybe, olyan 550 körüli értékelésnél tartunk, és többnyire negatív. Tehát azt láttam, hogy ez a második legrosszabb, mert ugye van a rendkívül negatív, azt hiszem 25% vagy annál kisebb pozitív értékelés mennyiségnél jön a rendkívül negatív, de azt hiszem, hogy a 28%, tehát 100 emberből 28 értékelte pozitívra, hát ez szerintem még ez is túl sok. Egy-két kommentbe beleolvastam, mi ragadtak olyanokat, hogy jaj, hát hogy ne bántsuk a fejlesztőket, meg vegyük őket komolyan, meg csináljunk bug reportot, oké, hol? Continue, save, load, kiragadása, ha beszorultál valahol, beállítások, mondjam, ó, megjelent a billentyűzet menü, na ez tegnap még nem volt. De most tényleg kiadtak egy játékot tegnap úgy, vagy tegnap előtt, hogy nem volt benne a billentyűzet beállítás. Ezt nekik nem jutott eszükbe az, mit tudom én, egy-két éves fejlesztés alatt. Szóval őszinte leszek, ez tényleg apofátlan kategória sajnos, ami történt ezzel a játékkal. Ez ilyen alfa előtti állapotban van, vagy nem is tudom. Ez abszolút nem érett a kiadásra ez a játék. Nem húzom le a WC-n, nem kérem vissza a pénzem, megtartom. Hát szerintem ennek egy legalább fél évet adni kell még. Elmondtam már azt hiszem korábbi epizódban is, értem én, hogy kell a fejlesztéshez a pénz, de akkor indítsunk egy Kickstarter kampányt, vagy Indiegogo-t, vagy mit tudom én, bármit. Ilyen állapotban nem lehet kiadni egy játékot, tehát ez csak felháborítja az embereket, ez egy fos. Úgyhogy ezer sebből vérzik, rengeteg bug van benne, szar a grafikája, nevetséges mind a karakter mozgás. Ja, közben azt még nem is mutattam, hogy a kislány, amikor táncol, azt egy utólag vettem észre a videón, hogy néha eltűnik a lába, meg ilyenek. Szóval az egy dolog, hogy vannak benne bugok, vannak benne problémák, itt most pont nem fog látszódni, mert a fűbe táncol, de amúgy néha, hát így talán látszódik egy kicsit, hogy néha így kicsúszik a lába, így a szoknya takarásában kitalálták, hogy tök jó lábat neki nem kell csinálni, csak néha nem takarja el a szoknyája a lábát, és látszik, hogy rohadtul nincs lába. Tehát ott röpköd a cipő a levegőbe, és így kicsúszik néha oldalra az üres cipő. Szóval, hogy ez egy jelen pillanatban igen gázos, nevetséges állapotban lévő játék, sajnos. Azt nem értem, hogyha nincs elég forrásunk, nincs elég kapacitásunk, hogy lefejlesszünk egy saját engine-t, akkor miért nem használunk valami meglévőt? Tehát, hogy nem nagyon láttam az elején, hogy Unreal Engine, vagy bármi ilyesmi lett volna, őszintén leszek, nem tudom mivel készült, de
meg tudják szerezni, el tudnak kezdeni benne fejleszteni, első körben ingyenes, és bevétel függvényében kell csak utána fizetni. Hát szerintem lehet, hogy mindenki jobban járt volna vele. Úgyhogy biztos van nagy jövő ebben a játékban, de ez nem most. Majd kérdés, hogy hányan fognak refundot kérni, hányan fogják elküldeni őket a fenébe, mikor fog megállni ennek a játéknak a fejlesztése, tehát hogy elviszik-e olyan szintig, hogy tényleg már játszható és tök jó, vagy ők is a szokásos megoldást alkalmazzák és bedobják a törölközőt ilyen, nem tudom, 50-60-70%-os fejlettségi állapotban. Jelen pillanatban senkinek nem tudom javasolni, hogy ezt megvegye. Én igen türelmes voltam, tehát szerintem egy 4-5 órát játszottam összesen. Nem ér sajnos ennyit a játék, se 4-5 órát, se 20 eurót, de szerintem még 5-öt se. Úgyhogy most épp itt beragadtam, nem, kiszabadultam, jó. Hát szóval sajnálom, azért ettől egy picit többet vártam volna, de erre jelen pillanatban kár időt áldozni erre a játékra, úgyhogy nem is fogom tenni. Majd még később szerintem visszatérünk, egy fél év múlva, kb. Vagy egy év múlva.